Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ma is érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság. Ebből az alkalomból egy kétnapos konferenciát szerveztek itt Székesfehérváron, mi pedig ellátogattunk oda, hogy kiderítsük, hogy mit is köszönhetünk nekik, és mivel foglalkoznak ők. A fehérvári kórházban a koraszülött babák olyan inkubátorba kerülnek, ahol már várja őket egy kis horgolt polip. A szakemberek szerint az apróságok megnyugszanak a színes csápostól, amit aztán haza is vihetnek. Egyre több kórházban fordítanak nagy figyelmet a páciensek lelkének ápolására is, ami többek között a Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság nevéhez kötődik. Az elmúlt 25 évben forradalmi változás ment végbe a szülészet-nőgyógyászat területén. 1992 volt a megalakulásunk éve, Pesten a MÁV kórház adott helyet az alakuló közgyűlésnek. Hát éveket vártunk arra, hogy ez a társaság létrejöjjön, tudjon jönni. 1985-ben volt Brazíliában a WHO európai és amerikai régiónának egy ilyen közös gyűlése, és igazából ott hangzott el először egy ilyen közösen megfogalmazott együttes javaslatként, hogy a nyugat-európai országokban és Amerikában sok helyen már elgépiesedett szülészeti gyakorlatot át kellene alakítani, és egyre inkább a humánus emberi szempontokat előtérbe helyezni. Tehát, hogy nem csak egy biológiai folyamatról van szó, vagy nem csak egy szoros értelemben vett medicinális dologról van szó, hanem emberekről van szó, sőt, családokról van szó, és olyan esemény zajlik, ami sokkal több, mint egy biológiai folyamat, hiszen a szülés során a család születik, és a szülés körülményei messze menően befolyásolják a családnak az életét. Ezt tartom az egyik legfontosabb ilyen alapító gondolatnak is, meg olyan gondolatnak is, amit ma is szem előtt kell tartanunk, vagy sokkal inkább, mint akár 25 évvel ezelőtt. És tehát, hogy akkor és még inkább a szülés alatti történésekre koncentráltunk, azoknak a megváltoztatására. Kinyíltak, hogy a szülőszobák, kinyíltak az újszülött osztályok, az újszülött intenzív osztályok, volt a Bababarát mozgalmak. Beengedtük a férfiakat a szülőszobára, vagy hozzátartozókat. Ma egy kicsit azt gondolom, hogy ennél még tovább kell tekintenünk. Tehát ugye a tudományos kutatások bizonyították azt, hogy a szülés körüli eseményeknek késői jelentős pszichológiai, lélektani, mentális hatása van. Tehát, ha úgy tetszik, akkor egy jó szülőszobai gyakorlat nem csak azt tudja elérni, hogy a szüléssel kapcsolatban pozitív élménye marad valakinek, hanem az egész család életét befolyásolva a boldogabb családi élethez tudunk hozzájárulni. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy a szülészeti ellátás, azt gondolom, a korszerű szülészeti ellátás nem lehet más, csak családközpontú. Egyre többet tudunk a magzat méhen belüli fejlődéséről, annak a mentális fejlődéséről, a lélektani fejlődésekről, személyiség alakulásáról, a korai kötődés jelentőségéről, az anya-gyermek kapcsolatról, és természetesen a férfinak, a hozzátartozónak, a partnernek a jelenléte a párkapcsolatot is messze menően befolyásolja. Tehát ezek nagyon fontos, ilyen úgynevezett preventív tényezők is lehetnek, ezt kell elérnünk. És hogyha jól értelmezem, akkor az elmúlt 25 évben önöknek egy komoly szemléletváltást kellett eszközölni tulajdonképpen, hogy a kórházakban egy kicsit máshogy gondolkodjanak az orvosok, az ott dolgozók. Hogyan sikerült ezt elérni, hogy ezeket az újításokat be tudták vezetni?
biztosan így van, tehát a szemléletváltás az alapvető, és azt kell mondanom, hogy az elmúlt 25 év eredményei, hogyha gondolunk, akkor nem biztos, hogy még eljutottunk erre az időszakra, tehát még mindig vannak olyan szakemberek, akik ezeket a mozzanatokat nem fogadják örömmel, fogalmazunk így, de akkor annak idején, tehát az, hogy kinyíljon a szülőszoba, ami szinte hermetikusan be volt zárva, ahhoz szemléletváltozás volt szükséges, hogy az újszülött osztály kinyíljon, az intenzív újszülött osztály kinyíljon, hogy nem kell rájöjjünk arra, hogy nem kell férni a fertőzéstől. A korai emlőhelyre helyezés, a bőr-a-bőr kontaktus megvalósítása közvetlenül a szülés után, ezekhez valóban szemléletváltás kell, hogy ez jól működjön. Mi a cél egyébként? Mi az, amit el szeretnének érni még a jövőben? Most egészen pontos rálátásom az országra nincs. Tehát nem tudom pontosan megmondani, hogy mindenhol igazából ez a szemlélet tértvonosított, és a családközpontú szülészet gyakorlat megvalósult valóban. De azt gondolom, hogy több-kevesebb mértékben talán igen. Nem biztos, hogy mindenhol bemehetnek a hozzátartozók a szüléshez, vagy nem biztos, hogy vannak egyszemélyes szülőszobák, vagy kiskórtermek, vagy megfelelő személyzet ezekhez, de azért azt gondolom, hogy az alapgondolat azért az meghonosodott. Nyilvánvalóan anyagi vonzata is vannak ez, tehát sok nehézség áll ennek az útjában, de én úgy gondolom, hogy jó irányban haladunk. Hogyan próbálják elérni azt, hogy minél több kórház, minél több orvos csatlakozzon ehhez a mozgalomhoz? Én azt gondolom, hogy az egészségügyi személyzetnek a pszichológiai tudása az nem érje el a kívánt mértéket. Tehát, hogy még mindig ma is még ebben a testi-lelki kettős dualista szemléletmódban közelítjük meg a dolgokat, holott a lelki történések és a testi történések, azok szoros kapcsolatban vannak egymással, tehát nem két különböző emberről van szó. Az ugyanaz az embernek a testi megnyilvánulása és a lelki megnyilvánulása, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot. Ez még sokszor hiányzik. A pszichológiai jellegű szakmai tudása is az orvosoknak meglehetősen hiányos. Ez egy kicsit gátját képezi a előre haladásnak, tehát az orvosképzésben van természetesen orvosi pszichológia, meg az egyes szaktárgyaknak is a pszichológiai vonatkozásait lehet érinteni, de ez ma még nem éri el a kívánatos szintet. Tehát az igazi jó megközelítés, ez a pszichoszomatikusnak szoktuk mondani, de valójában testi, lelki és szociális, tehát egy biopszichoszociális megközelítésről, egy ilyen jellegű szemléletről van szó. Ez szükséges, hogy minél inkább elterjedjen, hogy mind a három szférát akár a szülőszobai ellátás során is tudjuk érinteni. A Szent György Kórházat a WHO Bababarát címmel tüntette ki, ami azt jelenti, hogy a szakemberek nagy hangsúlyt fektetnek a nők terhességére, szülésre és szoptatásra való felkészítésére, és a vizsgálatok során a személyes kapcsolatra, a megfelelő tájékoztatásra. A régi szülészeti ellátásra valaki ismerte, akkor többen szültek egy szülőszobán, apukák nélkül, az újszülöttek el voltak zárva centrális újszülött osztályon, és rendkívül elgépiesedett, dehumanizált volt. Ez a társaságban kezdte el azt a programot megváltoztatni, és úgy szülésre fölkészítő programokat szervezett, és lehetőséget adott arra, hogy az édesapák részt vegyenek a szülőszobán a szülésnél, a szülőnök alternatív módon szülhessenek, járkálva, sétálva, szülőszéken vagy vízbe szülhessenek. A szülés után azonnal az újszülöttet a mellére helyezhetjük, van egy aranyóra időpont, amikor azonnal megszoktathatja a szülőszobán, és az egy óráig az édesanyja, az édesapa és az újszülött együtt vannak, és ez egy olyan fontos az újszülött számára, hiszen egy nagyon szenzitív stádiumban van, hogy a későbbiekben úgy a szoptatás szempontjából meghatározó, de a későbbi interpersonális kapcsolat, az édesanyja, édesapával a kötődését is nagyon befolyásolja. Most ezt a programot a társaság
annak ide azért jött létre, hogy ezt bevezesse, és az egész Magyarországon ez elterjedjen. Na már ez már elterjedt. Annak ide, amikor elkezdtük, lasszóval kellett behozni az embereket, a férfiakat a szülőszobára. Nem akarták megengedni a gyerekgyógyász kollégák, hogy az újszülöttek együtt legyenek az édesanyákkal folyamatosan. Ma már ez teljesen megváltozott, és mondhatnám azt, hogy minden szülészeti osztályon, és így a székesfehérvári szülészeti osztályon is gyakorlatilag a program teljes vertikumában működik. Végzünk felkészítő programokat, nyitott a szülőszobánk, egy-egy az nagyon családias szülőszobáink vannak, a szülőszobán együtt szülhetnek az újszülöttekkel, édesanyákkal, hozzátartozójukkal, az újszülöttek egy óráig az aranyórában mellükön behelyezik, a szülés után pedig a rooming in rendszerben helyezzük el az újszülötteket. Ez olyan szinten működik ma már, hogy ennek megfelelően megkaptuk tavaly a Baba Barát Kórház címet, aminek az a lényege, hogy ez a WHO adományozza, nemzetközi cím, hogy akik megfelelnek nagyon súlyos kritériumoknak, ennek a természetes szülészetnek a megvalósulásának és az anyateljes szoktatásnak a továbbvitelébe, azok kaphatják meg ezt a címet. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy kb. 2800 szülész zajlik le az osztályunkon, ezek már 80%-ában az apukák ott vannak a szülőszobán, 100%-ban működik az aranyórendszer, 100%-ban működik az, hogy az újszülöttek az édesanyákkal szülés után is együtt vannak, és már úgy mennek haza, hogy nagyon jól ismerik, és ezáltal a szoptatás is meghosszabbodik. Általában vannak, hogy fél évig vagy egy évig is szoptatnak, hisz nagyon fontos az anyateljes szoptatás, hogy minél elterjedtebb legyen, az újszülött szempontjából ez a legfontosabb. A szülésen kívül ugye több nőgyógyászati műtétet, vizsgálatot is végeznek a kórházban, rengeteget. Ezek tekintetében volt-e valami változás? Igen. Hát tulajdonképpen a társaság nem csak a szülészettel foglalkozik, a nőgyászattal is. A nevében is benne van, hogy pszichoszomatikus társaság, szülészet és nőgyógyászati. Hisz a pszichoszomatikának a lényege a test és a léleknek az egysége. Nem lehet gyógyítani úgy a betegeket, hogyha a lelkükkel nem foglalkozunk. És nem csak a szülőszobán, hanem a nőgyászati betegeknek a kezelésénél is nagyon fontos, és ezeket az elveket valljuk és bevezettük. Itt többek között például a meddőségnek a kezelésénél. A meddőpároknak egy nagyon sok részénél minden biológiai minden adott, de mégsem esnek teherbe, és nagyon sok pszichológiai probléma, stressz, más pszichológiai kérdések vannak, amiket meg kell oldani, és ezáltal biztosabb a teherbeesés. De vannak például az endometriózis betegség, nagyon elterjedt és nagyon súlyos, egy olyan krónikus betegség, amely lelkileg tönkreteszi a nőket, és ha ezzel pszichológiai nem foglalkozunk, akkor csődbe mennek, és szinte nem tudnak meggyógyulni ebből a betegségből. De talán még legfontosabb a dagatos betegeknek a kérdése, azzal is foglalkozunk, hiszen tudja mindenki, hogy milyen súlyos körkép. Ma már nagyon döntő többségben gyógyítani tudjuk, de aki dagatos beteg lesz, lelkileg teljesen összeroppan, és ez nem csak a családnak, hanem nekünk is úgy kell hozzáállni, hogy lelkileg is támogassuk, és akkor biztos, hogy eredményesebbek lesznek a műtétek és a gyógyszeres kezeléseink is. A kétnapos konferencián szó esik a társaság eddigi eredményeiről, ezen kívül olyan előadásokkal készültek a szakemberek, melyekben a szülésznő szerepére, a védőnői feladatokra és a családközpontú szülészet előnyeire hívják fel a résztvevők figyelmét. A fehérvári kórházban egyébként az osztályon 24 orvos dolgozik, és közel 80 szakdolgozó szülésznő biztosítja a szakmai munkát. Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórház vezetője ismét interaktív tanórát tartott az ezredéves általános iskolában. A gyerekek ezúttal három mentett madár segítségével tanulhattak. Lassan, de nagyon csöpe, mintha oszolnál. Mint ahogyan a bagoly repül, amikor éjszaka vadászik. Többek között erről tanulhattak a rendhagyó órán az ezredéveses diákok. A Vadmadárkórház három mentett madara, egy vörös vércse, egy macska bagoly és egy szarka segítségével. Berkényi Tamás előadásában a környezetvédelem és a madármentés fontosságára hívta fel a gyerekek figyelmét, miközben érdekességekkel ismertette meg őket. Valóban rendhagyó volt ez az óra abból a szempontból, hogy madarakat hoztunk be a gyerekeknek a foglalkozásra, viszont ez egy nagyon régi és hosszú kapcsolat az ezredévessel, rendszeresen tartunk madárbemutatókat. Ezzel alkalommal az iskolai programjuk részeként három madár megismertetését kérték, egy macskabagyot, egy szarkát és egy vörösvércsét hoztam a gyerekeknek, és tulajdonképpen erről szólt az előadás. Megismertük a madarakat, a tulajdonságaikat, a jellemzőiket, az életterüket, a táplálkozásukat, a szaporodásukat. Ezt egy meglehetősen interaktív, beszélgetős, kicsit viccelődős formában tettük. Szerinted miért fontos ez? Tehát régi már ez a kapcsolat, többször is találkoztatok egymással. Miért fontos, miért hasznos ez?
Általánosságban azt gondolom, hogy a gyerek foglalkozások rettenetesen fontosak, hiszen ez az a korosztály még, akivel meg lehet értetni a madármentésnek a jelentőségét, akinek meg lehet mutatni, hogy egyáltalán a környezetvédelemre milyen hatással van az emberi tevékenység, mekkora károkat okozunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy a madár az egy nagyon jó indikátor a környezetvédelmi állapotunknak, a helyzetünknek, hiszen itt nem arról van szó, hogy ez a madár megbetegedett, az a madár megbetegedett, hanem arról van szó, hogy nagy számban beérkezve a madarak tulajdonképpen megmutatják és lekövetik, hogy milyen környezetvédelmi problémák vannak az adott területen. Azt gondolom, hogy átvitt értelemben a madárindikátor szerepe rettenetesen fontos. A gyerekek esetében pedig az a lényege, hogy nem csak megmutatjuk a környezetvédelmi károkat, hanem megmutatjuk nekik a segítségnyújtásnak egy nagyon különleges, nagyon érdekes módját, hiszen ahogy itt az előadásban is elhangzott, ezeket a madarakat gyerekek, szülők, családok hozzák be, akik úgy érzik, hogy segíteni akarnak ezeken az állatokon. Tehát a segítségnyújtást, egyfajta példamutatást közvetítünk a gyerekek felé. Ez általánosságban a Vadmadár Kórház gyerekprogramjának a lényeg, a madármentés, lélekmentésnek, és itt valóban kialakult az itt dolgozó pedagógusokkal egy közös munka révén egy úgynevezett madármentés, lélekmentés speciális program, ahol az ő segítségükkel a madarakat a gyerekek mindennapi oktatásába bevontuk. Hogy ez miért látványosabb és miért működik jobban, mintha csak elmondanánk nekik, vagy ha csak felolvasnánk nekik valamit, az azt gondolom érthető, hiszen a madárnak a jelenléte olyan erőteljes impulzusokat, benyomásokat okoz a gyerekeknek, hogy biztos, hogy sokkal maradandóbb, sokkal emlékezetesebb az ilyen tanóra, mintha csak elmondanánk nekik a tananyagot. A gyerekek mennyire vettek részt a tanórán, mennyire voltak lelkesek? Azt gondolom, hogy ez látható is volt. A gyerekek nagyon lelkesek, természetesen olyan lépések, fogások is vannak az előadásban, ahol bevonjuk őket. Ez egy nagyon-nagyon interaktív előadás. Ugye itt másfél óráról volt szó, tulajdonképpen 20 diával ment végig az egész. Egy-egy diánál rengeteg játék, rengeteg interaktív együttműködés, beszélgetés, gyakorlat volt, hiszen kipróbáltuk, hogy hogyan repül a madár, kipróbáltuk, hogy milyen hangot adnak a madarak, megnéztük, hogy hogyan fészkelnek, megnéztük, hogy milyen helyen laknak, milyen az életterük, és a többi, és a többi. És ez egy folyamatos interaktív beszélgetés, tehát arra nagyon vigyázni kell, hogy nem egy ilyen egyoldalú 45-50 perces egyirányú előadásról lenne szó, hiszen ez nem kötné le őket különösebben. Itt pedig azt láthattuk, hogy másfél óra után is lelkesek voltak, mégis érdeklődőek. Még egy kérdésem lenne, hogy mit kell tudnunk ezekről a madarakról, hogyan kerültek ők hozzátok? Három madarat hoztam, az egyik egy macskabagoly, aki autóbaleset miatt került be hozzánk, elvesztette a látását, az egyik szeme olyan súlyosan sérült, a másik egy fészekből kiesett pici kis szarkafióka volt, kipottyant, megfogta a macska, voltak feletes sérülései, behozták, meggyógyult, őt most még itt neveljük a kórházban, a harmadik pedig egy vörös vércse volt. Ott az áramütésnek a gyanúja merült fel, de végül is a szán végén találtunk egy pici kis égéses elváltozást, tehát azt gondoljuk, hogy ő azon ritka vörös vércsék egyike, aki valóban valószínűleg megúszhatja az áramütést. Ez a legtipikusabb sérülése amúgy a vörös vércséknek. Az iskola és a Vadmadár Kórház együttműködése évek óta tart. A gyerekek az interaktív tanórák által több területen is fejlődhetnek. A madarakat be tudják vonni matematika órába, például méreteik, súlyuk által, közben pedig megismerhetik a madarakat is. A mi iskolánkban nagyon fontos az, hogy ne csak elméleti úton tanítsunk, hanem mindent próbáljunk meg minél közelebbről, minél aktívabban megtapasztaltatni, megfogatni, kipróbáltatni, és ehhez nagyon nagy segítség Tamásnak a jelenléte. Jó pár éve, nem is tudom, 4-5 éve volt egy madaras hetünk, amikor először meghívtuk, és ezt mondhatom, hogy már barátsággal alakult Tamás és az iskola és a gyerekek között, mert olyan lelkesen jön, és mindig van valami új, mindig van valami, amit mi be tudunk építeni a gyerekeknek, és például mondjuk a madár az a madár, vagy az az állat, akiről azért nehéz, mert látsz ketrecben kis kutyát, meg medvét, akiről tudsz beszélni, persze nem tudod megfogni, de látod közelben. A madarat ritkán tudod ilyen közelségbe hozni. És ez, hogy ide jöhetnek, hogy megsimogathatják, hogy látja, hogy kiteríti a szárnyait, hogy ráfog Tamás kezére, ezek mind-mind olyan élmények, amik
bent maradnak a gyerekekbe, föl fogják tudni idézni, mert megtapasztalták ők maguk, és nem ez nagyon fontos. Ez segít nekik egyébként a későbbi tanulásban is, tehát hogy ők visszaidézhetik ezeket az emlékeket, és jobban megragadnak talán ezek az információk, amik itt elhangzottak. Ez segít más tantárgyakban is egyébként? Hogyne, nálunk nagyon komplex az oktatás, ugyanúgy van persze olvasás, meg számolás, de mi mindent egy komplexumként kezelünk, és a környezetben például minden megjelennek az állatok, de megjelennek a számolási feladatok, például egy matematika óra keretében, amit szintén Tamással csináltunk, kézbe vehette a madarat, megsatszolhatta a súlyát, megmérhette a magasságát, megmérhette a szántávolságát, és azért ugye sokkal lelkesebben csinálja, mint azt mondom, hogy itt a vonalzó, mérd le ezt a vonalat. Hát ez nem érdekes, de bezzeg egy madárnál, ez nagyon érdekes. Tehát, és akkor ezt mind vissza is tudja idézni, mert emlékszik, hogy a Tamás bácsi itt volt, és elmondta, és megmutatta, és megfoghattam. Össze kell kötni a fontokat, ugye a számok alapján. Az előadást követően a gyerekek különféle feladatok által dolgozták fel a látottakat és hallottakat. A heti feedben ezúttal arról lesz szó, hogy nem mindegy, hogy a magzat a fogantatástól számított első 1000 napban milyen ételekkel találkozik, ez ugyanis kihat a későbbi táplálkozási szokásaira. Ismét jelentkezik a heti fit, a fókuszban pedig az egészséges életmód, egy kicsit a megelőzés is majd szóba kerül a mai összeállításunkban. Mit tettünk az egészségünket? Nagyon sok mindent, ami a táplálkozással, a rendszeres testmozgással összefügg. Hát gyakorlatilag mindent, és a fókuszt azt nagyon-nagyon rá kell helyeznünk arra, hogy úgymond milyen üzemanyaggal táplálom a rendszert, mert hát egy autó sem fog egy dízelautó menni megfelelően egy benzinnel, és fordítva, és ez kapcsán nagyon fontos ráfigyelnünk arra, hogy miként tesszük a dolgunkat is, és pont ezért doktor úrnak is ugye egyik szakterülete ez, hogy a táplálkozás, a csatorna, a felszínás és minden más egyéb, hogy lehet igazán megfelelő, és hogy tápláljam magam, és mire figyeljek, hogy mik lehetnek esetleg a szervezetemben, ami egyénre szabottan nekem mondjuk egy ilyen egyedi diétát igényel. Mi az, amit általában elrontunk, vagy mi a meghatározó időszak? A meghatározó időszak a megelőzés szempontjából a gyerekkor. Most már tudományos evidenciák vannak arra vonatkozóan, hogy az első 1000 nap a fogantatástól számított első 1000 nap. Már a méhen belüli élet is számít ilyen szempontból döntő jelentőségű abban a vonatkozásban, hogy hogyan tápláljuk gyermeket. A nem megfelelő fehérje, illetve kalória bevitel, az gyakorlatilag már felnőtt korig meghatározza akár kedvezőtlen irányba a testösszetételünket. Hát ugye a gyerekeken azért valljuk be, hogy kevés, még leginkább a szülőkön. Igen, ez pont erről beszélgettünk múltkorjában, hogy a klasszikus, eszem a Mákos Gubát, meg a Somogyi Galuskát, meg a Kovács Gubát, ezekben van, ami jó is lehet akár, de azért az anyának nagyon-nagyon oda kéne figyelni arra, hogy mit fogyaszt. Ez olyan szinten igaz, hogy a gyermek íz preferenciái azok már a mihendelőben kialakulnak. Tehát döntően meghatározza azt, hogy a gyerek mit fog enni, hogy az édesanya milyen ételféleségekkel találkozik, hogy úgy mondjam, a terhesség során. Hát ha szereti a főzelékféléket, a halhúst, vagy ilyen példákat mondjak, akkor a gyerek is valószínűleg szeretni fogja ugyan ezeket, és könnyű lesz neki az étrendjébe bevezetni.
természetesen egyébként nem jelenti azt, mert ilyen mindenki keresi kifogásokat, és akkor most majd sokan lesznek, hogy ó, hát nálam az első ezer napot elrontották, és így nem tudok változtatni az életemen. Ez így ebben a formában nem igaz, de természetesen egy 68%-ban meg fogja határozni azt, hogy én mit tudok kezdeni saját magammal, és mik lesznek a határaim, korlátaim. A gyerekkori együttes viszont azt most egy ilyen gyakorlatilag világszintű dolog. Igen, olyan szinten, hogy egy európai multicentrikus sztadi indult, az első fázisa le is zárult ennek az évnek az első felében. Ebben a stadiban részt vett Magyarország is, és körülbelül 18-20% körüli a magyarországi gyerekek között a túlsúlyosoknak az aránya. Ez a 2-től 10 éves korosztályt érinti. Ugye ez egy, ahogy mondtuk, ez a korai időszak, ez különösen fontos ebből a szempontból. Tehát ezek a gyerekek, akik már ilyenkor túlsúlyosak, ezeknek már valószínűleg az életmódjuk is olyan irányba alakult, hogy a táplálkozási szokásaikon már elég nehéz változtatni. Tehát egy ilyen 10 éves gyereknél ez már eléggé rögzült. Ezért fontos az, hogy inkább előtte, tehát már az első 2 év során úgy próbáljuk alakítani a gyerekeinknek az étkezését, hogy a nagyobb gyerekkorra ne alakuljon ki egy ilyen túlsúlyos állapot, ami aztán meghatározza a felnőttkori kedvezőtlen testösszetételt is. De mit tehetünk? Igen, egyszerű is, meg nem is, amit tehetünk. Ez az első 1000 nap program, ami elindult a világon, ez is azt a célt szolgálja, hogy felvilágosítsuk a szülőket a vonatkozásból, hogy mik azok az élelmiszerek, ételfeleségek, mi az a fehérje mennyiség, kalória mennyiség, amit gyerekeinknek lehet adni. És igyekszünk mi is és magam is mindenféle médiát, megnyilatkozási lehetőséget felhasználni arra, hogy ezt népszerűsítsük a szülők között. Tehát az, hogy mi ezt elmondjuk, az egy dolog, de meg kéne nyernünk ennek a célnak a szülőket is, hogy ők aktívan tudjanak részt venni ebben. Nos, hát köszönöm, hogy itt voltak. Én azt tudom mondani, hogy a Happy Feedben foglalkozunk még ezzel a témával. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!